Kispest 2018-ban nyert a főváros térközpályázatán. A 100 millió forintos támogatáson felül az önkormányzat még ugyanennyivel járul hozzá a felújításhoz. A polgármester Vincek György, a polgármesterrel, Bogó Józsefné önkormányzati képviselővel, valamint Tihi Judittal, a Zöld Program iroda vezetőjével járta be a területet, ahol a napokban kezdődtek a munkálatok. Régóta tervezzük, hogy ezt a több mint 4000 négyzetméteres területet itt a Kőbánya-Kispesti metró végállomás mellett a Ötvös utcánál, ahol egyébként nemrég elkészült az új közösségi kert is rendezzük. A lakókkal közösen terveztük meg ezt a területet, és hamarosan elkészül. Több mint 200 millió forintot szánunk arra, hogy ez a park teljesen megújuljon itt a lakótelep közepén. Nem csak Kressz park lesz, pihenő rész is lesz, élményjátszótér is lesz, futókör is lesz, úgyhogy egy csomó funkciója lesz ennek az új parknak, és azt tervezzük, hogy ebből a 200 millió forintból, amit az önkormányzat a saját költségvetéséből, illetve ennek a felét, 100 millió forintot a fővárosi önkormányzat pályázatán nyertünk, be is tudjuk fejezni időben, tehát az a terv, hogy augusztus végére, szeptember elejére ezzel a beruházással elkészülünk. A főváros által kötelezőnek tartott funkciókon kívül egyéb elemekkel bővültek a tervek. Jelenleg a bontási munkálatok zajlanak. Jelen pillanatban a bontási folyamatok zajlanak, az aszfalt felületet már leszedtük a felületről, illetve feltörtük a betont. Ennek elszállítása folyamatban van. Utána a tereprendezés következik, kialakítjuk az újonnan épülő burkolatoknak a helyét, kiemeljük a szintet, ami nekünk szükséges, illetve elkezdik a szegélyépítést, burkolatépítést, gumi burkolatépítést, minden eszköz kihelyezését folyamatosan. Ha minden a tervek szerint halad, akár nyár végére, ősz elejére el is készülhet a kibővült funkciójuk Kressz Park.